Nagyon sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Közel egy hónappal ezelőtt beszélgettünk városunk polgármesterével az akkori aktualitásokról, az önkormányzat költségvetéséről, és most ismételten úgy gondoltuk, hogy testületi ülést követően megosztjuk önökkel azokat a döntéseket, amelyek a lakosságot is érinthetik, de mielőtt erről szót váltanánk, én azt gondolom, hogy egy kicsit könnyedebb témával kezdjünk, hiszen nagyon sok szép rendezvény zajlott a városban március 15-én, és született egy testvérvárosi kapcsolat is. Úgyhogy én nagyon sok szeretettel köszöntöm Markóth Imre polgármester urat, és arra kérem, hogy kezdjük talán ezzel a beszélgetést. Mi volt a benyomás, hogyan sikerült ez ünnep, és hogyan sikerült ez a testvérvárosi kapcsolat? Én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. A március 15-i ünnepségek idén tavasszal 3 napon keresztül zajlottak Törökszentmiklóson. Március 13-án a hagyományoknak megfelelően az emléktáblákat koszorúztuk meg, ahol minden egyes emléktáblánál műsort adtak a törökszentmiklósi diákok. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai a Vécsey emléktáblánál adtak műsort, a Arany János utca úti óvoda óvodásai pedig a Arany János utca, Kossuth Lajos utca sarkán lévő emléktáblánál köszöntötték március 15-ét. Majd ezt követően a Honvéd emlékműnél a katolikus temetőben tartottunk egy városi megemlékezést. Még jóval az előző önkormányzat ideje alatt Nevetlen faluval és Szék községgel született egy szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Törökszentmiklós városi önkormányzat Törökszentmiklós testvérvárosi kapcsolatot létesít a két községgel. Ahogy a március 15-i ünnepeket még január-februárban végig gondoltuk, akkor gondoltunk arra, hogy ez egy megfelelő alkalom lenne, hogy két határon túli magyar településsel ezen a jeles napon testvérvárosi kapcsolatot, testvérvárosi szerződést kössünk. Mindkét település polgármestere örömmel elvállalta az, hogy a szerződést megkössük. Az ottani képviselőtestületek, az ottani tanácsok szintén meghozták előzetesen a döntésüket, és március 14-én szombati napon érkeztek Törökszentmiklósra. És tulajdonképpen már a délutántól kezdve másnap reggelig közös programjaink voltak a delegációkkal. Nevetlen faluból 4-en, Székről pedig 8-an érkeztek Törökszentmiklósra. A délutáni nap fogadtuk a delegációkat itt a Városházán, majd együtt részt vettünk a fáklyás felvonuláson, utána egy közös vacsora után még a táncházat is meglátogattuk, majd Kiki nyugovóra tért, és másnap az ünnepi képviselőtestületen ülésen megkötöttük a testvérvárosi szerződéseket. Ezt követően közösen vettünk részt a városi ünnepségen, városi koszorúzáson. Számomra külön nagy öröm volt, hogy mindkét polgármester elfogadta azt a felkérést, amit irányukba tettem, hogy az ünnepi beszédeket ők mondják el. Így Oroszi József, Nevetlen falu polgármestere szombat este köszönthette a 1848-49-es szabadságharc emlékező beszédében a törökszentmiklósi lakosokat, és mondhatta el ünnepi gondolatait, míg a Szék polgármestere a vasárnapi ünnepi nagygyűlésen, ünnepi városi ünnepségen mondta el az ünnepi köszöntőt. A testvérvárosi kapcsolatunk ezzel élővé is vált, és a következő hétvégén már egy kis delegációval Nevetlen faluba érkeztünk, ahol korábban a Törökszentmiklósi Művelődési Házban lévő zongorának volt az ünnepélyes átadója, és ezen vettünk részt. Nagyon szép és megható ünnep volt a Nevetlen faluban megrendezett ünnep. Nevetlen falu Kárpátalján van, és ahogy az ember a határon átlép, olyan, mint hogy egy egészen másik világba érkezne. Az utak teljesen elhanyagolt állapotban vannak. Kátyú hátán van, tehát autóval körülbelül 20-30 km per órás sebességgel lehet közlekedni. Az ottaniak ennél gyorsabban haladnak, ők hozzá vannak szokva ehhez az állapothoz, de
mi itteni magyarországiak nem vagyunk, nem ismerjük számunkra, ez teljesen ismeretlen. Nagyon jó volt azt látni, hogy az ottani pedagógusok, az ottani városvezetők, azok az ottani egyházi vezetők a nagyon erős összefogással tartják a magyarságot, az ottani magyarokat össze, kulturálisan és identitásukban is. Nevetlen falu 5 településből áll, és ebből a központi település Nevetlen falu. Úgy kell elképzelni, mint nálunk Törökszentmiklóson, hogy Törökszentmiklósnak is van még hozzá kapcsolt másik 3 faluja, illetve egy tanya, vagy 2 tanya világa, ugye Szent Tamás is még részben lakott, meg Vartapuszta is lakott. Tehát Nevetlen faluban ugyanígy 4 falu közigazgatásilag hozzá van csatolva, és Nevetlen faluban körülbelül 2000-en élnek, és ebből a 2000 főből 103 kisgyerek tagja az ottani zeneiskolának, és az arányokat tekintve ez mindenféleképpen nagyon pozitív dolog. És tulajdonképpen a zongora átadó ünnepségen a zeneiskola adott egy nagyon megható műsort. Úgy kell elképzelni, egy nagyon ütött-kopott, leromlott állapotban lévő épületben a szívüket, lelküket kiadták, kitették. Tehát a testvérvárosi kapcsolatokat igyekszünk fenntartani, illetve szándékaink szerint megpróbálunk a nyári szünidőre a ottani gyerekekkel cserediák program, vagy ilyen csereüdültetési programot kialakítani. Illetve hát, hogyha majd a ukrajnai háborús helyzet úgy hozza, akkor szándékaink szerint a testvérvárosunknak egyéb gyűjtést is fogunk kezdeményezni Törökszentmiklóson. Igen, hát az ottani polgármester úr is említette, hogy szeretné, ha a családok között, gyerekek között is élő lenne ez a kapcsolat, akkor ez így meg is fog talán valósulni, bízunk abban. Egy másik nagyon szép program, ami még márciushoz kötődik itt városunkban, és a zeneiskolánkhoz, Nemzetközi Hegedű Fesztivál zajlott, ami tényleg egyedülálló, mert hogy ilyen korosztályban nem tartanak megmérettetést, versenyt. Hogyan fogadta polgármesterként, hiszen gondolom, hogy találkozott a gyerekekkel, a delegációval? Igen, a csütörtök esti megnyitón, ünnepélyes megnyitón részt vettem. Mindenféleképpen egy nagyon támogatandó és nagyon eredményes rendezvényről lehet beszámolni. Immáron ez a 8. alkalom volt, hogy a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola megszervezte a hangversenyt, illetve a versenyt, mert váltakozva egyik évben zongora versenyt, másik évben, következő évben hegedű versenyt rendeznek. Idén volt a 4. hegedű verseny, de sorozatban már a 8. alkalom volt. Nem csak a Kárpát-medencéből, tehát nem csak a szomszédos országokból érkeznek, hanem távoli európai országokból is érkeznek vendégek. Sőt, Ázsiából, Kínából is voltak itt versengő gyermekek. És én úgy tudom, hogy nagyon eredményes volt az idei év termése is. És hát tényleg azért jó ez a kapcsolat, mert hogy elviszik Törökszentmiklós nevét, hírét, és bízunk abban, hogy szívesen látogatnak el majd jövőre is hozzánk egy-egy ilyen alkalomból. Bízunk benne, igen. Nagyon, nagyon jó egyébként, hogy minden intézmény Törökszentmiklóson az önkormányzattól függetlenül önállóan is olyan rendezvényeket szervez, ami nem csak a saját intézménye számára, hanem a város számára is fontos, illetve ténylegesen öregbíti a hírnevét. Ezzel párhuzamosan ugyanezen a héten, hét elején a Kövecsei úti általános iskolában is volt egy cserediák program. Ott a Comenius program keretében voltak itt 8 országból diákok. Egy közös pályázati programnak volt az utolsó előtti állomása Magyarországon, itt Törökszentmiklóson. És ez is ugyanazt a
hírneve törekbíti, mint a Kodály Zoltán Zeneiskola által szervezett hegedű vagy zongora verseny. És hát márciusban két testületi ülés is zajlott egymás után, nem is olyan túlságosan sok idő elteltével. Március 26-án voltak azt gondolom olyan döntések, amelyeket megoszthatunk a televízió nézőivel, hiszen logisztikai Kft., kommunális Kft. Még nemrégiben ugye arról értesülhettek, hogy vezetőt keresnek a cégek élére, most pedig az üzleti terv jóváhagyására került sor. Miben lehet érdekes, vagy különleges, vagy piciben más ez az idei, mint a korábbi években volt? Hát alapvetően abban más, hogy mindkét Kft. Élén új vezető került megválasztásra a februári testületi ülésem, és tulajdonképpen most a két Kft. Üzleti tervében nyilvánvalóan, hogy az ő személyes indítatásuk, vagy a személyes elképzeléseik megjelentek. Gyakorlatilag a logisztikai Kft. A korábbi évek elmaradásait szeretné behozni, szeretne rendet tenni a Kft. Telephelyén. A célja mindenféleképpen az, hogy a rendelkezésre álló területeket bérbeadja és hasznosítsa. Ezzel kapcsolatban én is találkoztam a Szolnoki Bika Logisztika Kft. Ügyvezetésével. Ők egy szorosabb együttműködést szeretnének a Törökszent Miklósi Logisztika Kft.-vel fölvenni, aminek azt gondolom, hogy semmi akadálya nincs, hiszen a két Kft. Egymást igyekszik majd egy egészséges módon támogatni azzal, hogy adott esetben egymás telephelyeit általuk szerződéses kapcsolatban lévő cégeknek ajánlja további bérleti használatra. Illetve a logisztikai Kft.-nek van még egy olyan kitörési lehetősége, ami szintén bevételt eredményez, hogy a Törökszent Miklósi Gabon Malommal, ami tavaly óta új tulajdonossal működik, egy kapcsolatfelvétel lesz kialakítva, mert a Malom területére is iparvágány van bevezetve, és a jelenlegi elképzelések szerint a Malom közvetlenül nem kíván majd alkalmazni rakodó személyzetet, hanem ezt a rakodást a logisztikai Kft.-vel kívánja megvalósítani. A kommunális Kft. Esetében ugye ott több üzletágról kell beszélni, nyilván ezek közül a legjelentősebb a hulladékszállítás, hisz ez a fő profilja a Kft.-nek, de emellett ott van a városi csapadékhálózat üzemeltetése, ott van a piac üzemeltetés, ott van a tavaly megnyílt Kertész utcai kisbolt üzemeltetés, illetve kommunális Kft. Fogja működtetni, üzemeltetni a termálfűtési rendszert is, amiben 18 ingatlan van jelenleg bekötve. Tehát szertágazó a feladata, és ez a szertágazó feladat ez az üzleti tervben is megnyilvánult. Ami ezek közül azt gondolom, hogy mindenki által a leginkább látványos lehet az a hulladékkezelés, ebben tulajdonképpen nagy változás nincs. A szokásos módon fogja a Kft. Elvégezni. A tervek között szerepel, a távlati tervek között szerepel egy helyi hulladékválogató kialakítása, mert ugye jelenleg a szelektíven gyűjtjük, házi szelektív gyűjtésben közös hulladékgyűjtő edényzetben a papír, fém és műanyag hulladékot. Azt még az üzleti terv kidolgozása előtt a cég vezetésével tárgyaltuk, hogy mindenféleképpen jó lenne, ha a műanyag hulladékot itt helyben ki tudnánk válogatni, és azt tovább tudnánk hasznosítani valamilyen módon, mert ezáltal a további lerakási díjunk is nyilván csökkenne, illetve a Kft. Lerakási díja csökkenne, illetve magát az átválogatott műanyag hulladékot talán tovább tudnánk hasznosítani. A piacnál azt lehet elmondani, hogy erre részben már az ügyvezető is nyitott volt, de a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak volt egy javaslata,
hogy április végéig dolgozza ki a Kft. A piac területén az őstermelők és helyi termelőknek a piacát, piacának a működési lehetőségeit. Erre itt gyakorlatilag a bizottság és a képviselőtestület nyitott kapukat döngetett, mert maga az ügyvezető igazgató úr is fontosnak tartaná, hogy a piacot egy ilyen irányba próbáljuk átszervezni vagy átalakítani, hogy mindenféleképpen elkülönüljön a piacon az a portéka, amit helyi termelő termel attól, amit nem helyi termelők, hanem nagybani piacról beszállított termékként árusítanak. A másik feladat, amit megkapott a Kft., az talán még sokan emlékeznek arra, hogy 20-25-30 évvel ezelőtt még állatvásárok voltak Törökszent Miklóson, és az Alatkai út végén ott a kanyarban található a Tinóka csatorna partján a állatvásártér, és feladatául kapta a Kft., hogy szeptember 30-áig dolgozza ki a Törökszent Miklósi állatvásár működésének a lehetőségét, illetve vizsgálja meg, hogy mi módon lehetne Törökszent Miklóson a régi hagyományokhoz híven állatvásárt rendezni. Szerintem ezt biztos szívesen fogadják a lakosok is, különösen aki ezzel foglalkozik. Egy másik olyan fontos döntés, amire azt gondolom, hogy szintén odafigyelnek, hiszen aki rendelőintézetbe fogorvoshoz jár, ugye dr. Kulin Imrét ismerték, és én úgy tudom, hogy nagyon sokan kedvelték, mint fogorvost, és hát bizonyára értesültek arról, hogy ő Törökszent Miklósról távozik. Felmerül a kérdés a lakosokban, hogy vajon ez a fajta ellátás szolgáltatása továbbiakban is biztosított lesz-e folyamatosan. Miről döntött ezzel kapcsolatban a képviselőtestület? A képviselőtestület a folytonosságról döntött, mert Kulin Imre doktor úr úgy megy el, hogy a praxisát már értékesítette, és tulajdonképpen ehhez az értékesítéshez kellett egy képviselőtestületi szentesítő döntés, illetve az új fogorvossal történő szerződéskötésről kellett tárgyalnunk, melyet megtárgyaltunk. Tehát az ötös számú fogorvosi körzetben ugyan új fogorvossal, de a rendelés az folyamatos lesz. A kerékpárút fejlesztésének második szakaszáról is értesültek már a miklósiak, és lassan talán el is indulhat ez a beruházás fejlesztés. Ezzel kapcsolatosan is döntésekről kellett a testületnek határozatot hozni. Mi miatt került sor most erre, és vélhetően mikor indulhat majd ténylegesen a beruházás? Igen, a kettes számú kerékpárút a 46-os út mentén a Dózsa-György úton valósul meg. A felüljárónak a túlsó oldalától egészen a Klász-Hungária Kft. Előtt található várostábláig. Ezt a kerékpárútat, ennek a kerékpárútnak a tervezése már jóval korábban megtörtént, tulajdonképpen pályázati pénzből fog megvalósulni. A pályázatot is még jóval a választások előtt megnyerte az önkormányzat, illetve szintén a választások előtt a közbeszerzési eljárást is lebonyolította, tehát mi már nyertes kivitelezővel, tervdokumentációkkal vettük át 2014. október 12-e után ezt a projektet. A kerékpárútnak a Béla Király úttól vezetett szakasza, Béla Király úttól Mezőtúr irányába vezetett szakasza, az részben az ott lévő ipari üzemek jelenlegi területét veszi igénybe, mert a rendelkezésre álló közterületi felület az nem volt elegendő arra, hogy azon alakítsák ki a kerékpárutat, már a tervezés során sem. És tulajdonképpen ott négy érintett vállalkozástól kellett az önkormányzatnak területet megvásárolni, és tulajdonképpen a terület megvásárlásáról döntöttünk az elmúlt képviselőtestületi ülésen. A kerékpárút kivitelezése az a területek végleges megszerzése után tavasz folyamán el fog indulni, és a kivitelezővel a munkaterület bejárása már a héten megtörtént, és várhatóan egy 2-3 hónap alatt be is fog fejeződni.
Mindig örömteli hír, azt gondolom, azoknak a civileknek, egyesületeknek, akik számítanak az önkormányzat segítségére, ha ilyen döntésről értesülnek. Ugye évelején még arról szóltunk, hogy kiírásra kerültek a pályázatok a civileknek, a sportegyesületeknek, most pedig már a döntés is megszületett a támogatásról. Kezdjük talán a civilekkel, hiszen tényleg elég sok civil szervezet van városunkban, és vannak közöttük aktívak. Mi mindenre számíthatnak, milyen támogatást tud az önkormányzat biztosítani a számukra? Mintegy 95-96 Törökszent Miklósi Alapítvány civil szervezet egyesület közül az önkormányzat évről évre támogatja azokat a civil szervezeteket, akik aktívan részt vállalnak Törökszent Miklósi közéletben. Az általuk benyújtott, az aktív egyesületek által benyújtott támogatás az mintegy 4,2 millió forint értékű volt. A költségvetésünkben a támogatásra 3 millió forint volt elkülönítve. Mind a 3 millió forintot odaítéltük a támogatási döntésben azoknak a civil szervezeteknek, akik pályázatot nyújtottak be. El lehet mondani, hogy egyetlen civil szervezet nem maradt támogatás nélkül, aki élt azzal a lehetőséggel, hogy pályázatot nyújtson be a városi önkormányzathoz. A másik, azt gondolom, hogy izgalmas téma annál is inkább, mert hogy már szinte szóbeszéddé formálódott itt a városban is a sport támogatása, hiszen két alkalommal is a képviselőtestület elé került ez a téma. Mi miatt kellett, hogy még egyszer tárgyalja, és tulajdonképpen mit mondhatunk el a sport támogatásról? Igen, a sportegyesületek támogatása évről évre mindig nagy port ver fel a képviselőtestület körében, ezáltal nyilván a településen is. Hát idén sem maradtunk el a korábbi évek hagyományától. Míg korábban nyilván a támogatási összegen vitázott a képviselőtestület, most nem a támogatási összeg volt a vitának a tárgya, hanem az egyik egyesületnek a pályázata, mégpedig abból a szempontból, hogy szabályos volt-e, vagy nem volt szabályos, megfelelte az önkormányzat által kiírt rendelet, vagy önkormányzat által megalkotott rendeletnek, illetve a rendelet által meghozott határozatnak. Gyakorlatilag ez már azt gondolom, hogy a városban hírértékű, tehát ha nevén nevezem az egyesületet, akkor nem gondolom, hogy bármilyen hibát követnék el. Itt történetesen a Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület pályázatáról volt szó. El kell mondani, hogy egyébként a Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület nyilvánvalóan, hogy aktív szerepet vállal a Törökszent Miklós sport életében, úgy a gyermekek sportolási lehetőségének a biztosításában, mint a felnőtt válogatottjának, vagy felnőtt csapatának az eredményességében. Pályázati kiírásunk szerint a pályázatot benyújtó egyesületnek nem lehet fennálló tartozása. És gyakorlatilag az egyesület, a TKE a benyújtott pályázatában szerepeltetett fennálló tartozást, és ezáltal nem felelt meg a pályázati kiírásnak, és tulajdonképpen ez volt a vita témája. A képviselőtestület egy része úgy gondolta, hogy megfelel, azzal, hogy igen, tehát tulajdonképpen azt el kell mondani, hogy a pályázat benyújtásának az időpontja március 20-a volt, viszont ő március 20-a után a fennálló tartozását rendezte. És ezek után a konkrét vita már az volt, hogy ez hiánypótlásnak elfogadható, vagy nem fogadható el. Ha elfogadható, akkor a pályázata megfelel a kiírásnak, ha nem fogadható el, akkor nem felel meg a kiírásnak. A március 26-án délután megtartott képviselőtestületi ülésen egy módosító indítvánnyal gyakorlatilag a képviselők döntöttek arról, hogy megfelel a pályázatnak, majd ezek után a támogatás mértékéről több módosító indítvány
volt, illetve volt egy eredeti javaslat. A képviselőtestület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatát fogadta el, ezzel a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesületet is támogatva. A másnap pénteken én magam is, aki egyébként előző nap igennel szavaztam, én fölülbíráltam a korábbi döntésemet. Ezt gyakorlatilag azért tettem, mert én magam is újra gondoltam és beláttam, hogy az utólagos befizetés az nem felel meg a kiírásnak, tehát az nem hiánypótlás, mert a hiánypótlásnak nyilván vannak szabályai, tehát hiánypótolni azt tudom, amit eredetileg nem nyújtottam be egy pályázatba, amit eredetileg benyújtottam, az már módosítás és nem hiánypótlás. És ezáltal én magam úgy véltem, hogy a saját magunk által hozott rendeletet és határozatot nem tartjuk be, márpedig egy képviselőtestületnek, egy önkormányzatnak, azon belül pedig polgármesterként a legfontosabb szempont szerint, véleményem szerint, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartsuk. Éppen ezért a magyarországi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott jogomnál fogva a tárgyalt napirendi pontot újra tárgyalásra javasoltam. A hétfőn egy rendkívül képviselőtestületi ülést tartottunk, és akkor az egyébként tárgyalandó napirendi pontok mellé ismételten felvettük a sporttámogatás kérdését. Tulajdonképpen a képviselőtestület megszavazta a újratárgyalásra, tehát az indítványomat ezzel elfogadta, hogy újratárgyaljuk. Viszont nekem lett volna, illetve volt is egy módosító indítványom, melynek az volt a lényege, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt támogatási értékeket valamennyi egyesület megkapja, kivéve a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület. Az ő számára javasolt támogatást én egy krízis alapba szándékoztam visszatartani, azzal, hogy a krízis alap elosztásának a szabályait április 30-áig a képviselőtestület megalkotja, és tulajdonképpen ez a krízis alap lett volna az a hely, ahonnan a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület szabályosan meg tudta volna kapni a támogatását. A képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy a csütörtökön hozott határozatát nem vonja vissza, ezzel tulajdonképpen az én módosító indítványomat már nem is tudtuk megszavazni. Viszont a jegyzőasszony az újratárgyalás miatt is, illetve az általa vélelmezett törvényi előírásokkal való szembemenés miatt is törvényességi felülvizsgálatra megküldte a képviselőtestületi határozatot a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatalnak, tehát vélhetően még fogunk a sporttámogatásokkal foglalkozni. Viszont a kormányhivatal álláspontja szerint a támogatást az önkormányzat a vitatott támogatási érték kivételével a többi egyesület számára folyósítani tudta. A szerződéseket a hét második felében megkötöttük, és várhatóan a jövő hét elején már a számlájukon lesznek azok a pénzösszegek, amiket a képviselőtestület megítélt. És gyakorlatilag a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület esetében még várható egy ismételt tárgyalás április végén, de azt gondolom, hogy ha a törvényességi felülvizsgálat azt az eredményt fogja hozni, hogy a képviselőtestület 2015. március 26-án hozott döntése törvénytelen, akkor a módosító indítványommal tudok élni, és a április 30-ai testületi ülésen gyakorlatilag ezt a fajta krízis keretet meg fogjuk tudni ítélni. Várjuk tehát akkor még ez ügyben a további fejleményeket. Említette a polgármester úr is, hogy hétfőn volt egy rendkívüli testületi ülés, és ennek fő napirendje
a vízszolgáltatás volt, hiszen én azt gondolom, a miklósiak is tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt évben a vízi közműszolgáltatásnak az új jogszabályi háttere miatt az akkori víz- és csatornamű már nem felelt meg szervezetileg, ezért az Energiahivatal jelölte ki számunkra a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-t, de hát ez az határidő, ameddig ők kapták a feladatot, lejárt most március 31-én. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan tovább, sikerült-e újabb megállapodást kötni, vagy tulajdonképpen a város kire bízza ezt a feladatát, hogy az ivóvízellátás és a szennyvízellátás biztosított legyen. Az elmúlt évek során a vízszolgáltatás a korábbi önkormányzati kötelezettségből állami kötelezettségbe került át. Tulajdonképpen ma Magyarországon többségében állami tulajdonú vízszolgáltatók végezhetnek településeken vízszolgáltatást, illetve olyan egyéb települési önkormányzati tulajdonú vízszolgáltatók, amelyek biztosítják, vagy amelyek megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek. Itt elsődlegesen lakosságszámot, bekötésszámot kell figyelembe venni. Tehát például Szolnok önállóan tud vízszolgáltatást üzemeltetni, működtetni. Korábban a Törökszent Miklósi önkormányzat egész másfajta konstrukcióban gondolkozott. Volt még olyan álláspont, amikor dunántúli településekkel együttműködve szeretett volna az Törökszent Miklós városi önkormányzat egy víziszolgáltatót létrehozni, de ez gyakorlatilag nem sikerült, és a kézenfekvő az lett volna, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművekkel kössön szerződést, hiszen a térségben ő azt lett volna, hogy az egyetlen jelentős vízszolgáltató, aki a törvényben meghatározott új feltételeknek megfelel. Ez gyakorlatilag az elmúlt év, vagy 2013 végétől már a tárgyalások ebbe az irányba zajlottak, de aztán az októberi választásokig nem sikerült a szerződést megkötni a szolgáltatóval, sőt, még ezt megelőzően ugye volt egy véghatáridő, amit szintén nem tudott az akkori önkormányzat betartani. Ezért a Magyar Energetikai Hivatal kijelölt szolgáltatóként jelölte meg határozatában a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-t azzal, hogy ő szolgáltassa az ivóvízellátást, illetve a szennyvízelvezetést Törökszent Miklóson. Ez 2014. június 4-én vagy 6-án történt meg. Azóta kijelölt szolgáltatóként van jelen a TRV Törökszent Miklós területén. Ezzel egyidejűleg tulajdonképpen a Törökszent Miklósi Víz és Csatornamű Kft-től a feladatellátás el is került. A 2014. októberi választások után az új önkormányzat november folyamán felvette a kapcsolatot a TRV-vel, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Az első tárgyalások még arra vonatkoztak, hogy vagyonkezelői szerződést kötünk, hiszen a korábbi önkormányzat is ebbe az irányba tárgyalt, illetve erre volt felhatalmazása a mindenkori polgármesternek, tehát dr. Juhász Enikő polgármesterasszonynak is, és nyilván a választások után nekem is. November végére, december elejére eljutottunk egy olyan helyzethez, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen egy vagyoni jog ilyetén történő átadása is áfa fizetési kötelezettséggel jár, és a vonatkozó áfa törvények alapján ezt az áfa értéket ezt körbe kellett volna fizetni a három szereplőnek, tehát első körben Törökszent Miklósnak kellett volna, hogy megfizesse a TRV ezt a,
bruttó értéket áfástól, majd az áfa értéket nekünk kellett volna a magyar államnak befizetni, ezek után pedig a magyar állam fizette volna vissza a TRV ZRT-nek az áfát. De miután kiderült, hogy ez az áfa érték ez 1,4 milliárd forint összegű, akkor minden szereplő, illetve a két szereplő, a TRV ZRT, illetve Törökszentmiklós Városi Önkormányzat számára is világossá vált, hogy a vagyonkezelői szerződést nem tudjuk megkötni, mert bármelyik félnél fennakadás történik, tehát ha mi nem kapjuk meg a TRV-től ezt a viszonylag, illetve nem viszonylag, hanem ezt a magas összeget, és mi ezt nem tudjuk befizetni az állam felé, akkor abban a pillanatban az önkormányzat csőd helyzetbe kerül. Így ezek után a bérleti és üzemeltetési szerződés irányába tettünk lépéseket. Nyilván ott az év vége, a karácsony az lezárta ezt a fajta tárgyalássorozatot. Az energetikai hivatal által volt egy határidő megszabva, december 2014. december 31, hogy addig meg kell kössük a szerződést. Miután ténylegesen mind a két fél látta, hogy ezt már nem tudjuk megtenni, ezért közösen levélben kértük a szerződéskötés határidejének a meghosszabbítását, melyre még december 22-én kaptunk egy határozatot a Magyar Energetikai Hivataltól, hogy 2015. március 31-ig kell, hogy megkössük a szerződést. Így januárban a képviselőtestület felhatalmazott engem arra, hogy a bérleti és üzemeltetési szerződés irányába folytassak tárgyalásokat. Ezzel a felhatalmazással februárban elkezdtük a tárgyalásokat, és gyakorlatilag márciusban jutottunk el odáig, hogy a vitatott kérdéseket, azokat le tudjuk tisztázni, és egy közös szerződést alá tudjunk írni. Tulajdonképpen a március 30-ánra összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülés ezért történt, hogy a képviselőtestület előzetesen jóvá hagyja a szerződés szövegét, és felhatalmazon a szerződés megkötésére. Milyen hosszú időtartamra történt ez a bérleti szerződéskötés? 15 éves bérleti üzemeltetési szerződésről beszélünk. Gyakorlatilag az éveket, illetve az időintervallumot itt a megfelelő szakági törvények szabályozzák. Tehát mozgástere települési önkormányzatnak, illetve szolgáltatónak ezen belül nincs, hogy mennyi időre köti meg a szerződést. 15 évre kötöttük meg, viszont azzal a kiegészítéssel, ami lényeges és fontos, hogy évente felülvizsgáljuk a szerződést, elsődlegesen a bérleti díj tekintetében. Felmerül szerintem a miklósiakban, hogy vajon az a szakember állomány, aki a víz és csatorna műnél dolgozott, az Törökszentmiklóson helyben van, és hogy velük mi történt. Én úgy tudom, hogy nagy részét már az előző szolgáltatás biztosításakor is átvette a Tiszamenti regionális vízmű. Továbbra is várható, hogy ezekkel az emberekkel fognak itt dolgozni, megjelenni a városban? Igen, amikor az átvétel tavalyi év június elején megtörtént, akkor tulajdonképpen, ha jól tudom, 5 fizikai dolgozó kivételével és 2 irodai dolgozó kivételével valamennyi dolgozót átvett a TRV. Most utána ugye azt kell még tudni, hogy az akkori ügyvezetője a KFT-nek július végén felmondott, eltávozott, majd a képviselőtestület Ács Imrét bízta meg ideiglenesen az ügyvezetéssel. Ténylegesen az új önkormányzat már október 12-e után szembesült azzal a helyzettel, hogy milyen áldatlan állapotok vannak a vízmű KFT-nknél. Az új ügyvezetőt ugye február végén kineveztük, most ő dolgozik, és majd javaslattal fog élni a KFT további sorsát, illetően május 31-ig van neki erre a feladatra határidőszabva.
Mert hogy vagyontárgyai nyilván az önkormányzatnak vannak ebben. Természetesen vagyontárgyak vannak, amiknek a sorsáról dönteni kell. Egy működő KFT-nk van, aminek a jövőbeni sorsáról dönteni kell. Számos olyan dolog van, amit ilyen előkészítés nélkül nem hiszem, hogy egy tulajdonos meg tudjon hozni egyik napról a másikra. Az ősz és a tél folyamán többször volt olyan képviselőtestületi ülés, amikor egy-egy napi rendi pontnál felmerült a KFT sorsa, és tulajdonképpen ebben a kérdésben a képviselőtestület minden tagja egyetértett, függetlenül párt hova tartozás nélkül, hogy a KFT sorsáról nem tudunk dönteni, anélkül, hogy nem tudnánk a gazdasági helyzetét elég mélyen megvizsgálni. Mikor lesz legközelebb testületi ülés, ezt lehet-e már tudni? Április 30-án lesz rendes képviselőtestületi ülés, viszont az éves munkatervünkben meghatároztuk, hogy idén, ez évtől kezdve valamennyi csatolt településünkön, tehát kis településünkön közmeghallgatási jelleggel rendkívüli képviselőtestületi ülést fogunk tartani, és április folyamán egy rendkívüli képviselőtestületi ülést Óbalán fogunk megtartani. Ez várhatóan a hónap közepén lesz. És azt gondolom, hogy várják a város lakosai is, hogy információt szolgáltassunk a Questor ügyben, hiszen beszéltünk már erről. Tapasztalható-e valami fejlemény, hivatalos válaszlevél a megkeresésekre? Hivatalos válaszlevél nem érkezett a megkeresésünkre, már pedig abban a pillanatban, amikor szembesültünk a ténnyel, ez tulajdonképpen a döntés másnapján megtörtént, amikor értesültünk a csődről, mármint a Questor által bejelentett öncsőd másnapján, amiről később kiderült, hogy nem is volt öncsőd, tehát nyilván a sajtóban elég egymásnak ellentmondó híresztelések, meg hírek jelentek meg, főképp az elején, de még azt lehet mondani, hogy még most sem lehet pontos dolgokat tudni, attól függ, hogy milyen melyik párt, vagy melyik holdudvarhoz tartozó sajtóorgánum nyilvánul meg a kérdésben. Jó lenne egyszer ténylegesen egy független pénzügyi szakembertől tényeket hallani, és tényeket megismerni. Március 12-én már levélben megkerestük a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárságát, jelezvén, mint felettes szervnek, hogy az önkormányzati költségvetésünk bajba kerülhet, amiatt, hogy a Questor kötvényhez lekötött pénzünk az akkor, illetve még most is úgy tűnik, hogy veszett, vagy veszni látszik. Jelenleg nincs meg, ezt biztosan lehet állítani. Ugyanakkor a Magyar Államkincstár Jászlajkun-Szolnok megyei igazgatóságát is értesítettük, mivel ő pénzügyi felügyeleti szerve a települési önkormányzatoknak, illetve megkerestük levélben a Magyar Nemzeti Bankot is, hiszen a Magyar Nemzeti Banknak kellett kijelölt felügyeleti biztost delegálni a Questor ZRT-hez, hogy a további pénzügyi folyamatait ellenőrizzék. Egyik helyről sem kaptunk a megkeresésünkre választ. A felügyeleti biztost személyét azt egyébként az interneten találtuk meg a következő héten, tehát még a Nemzeti Bank sem értesített arról, mint önkormányzatot, hogy kihez kell forduljunk. De amikor megtudtuk a nevét és a személyét, akkor számára is eljuttattunk egy levelet, amelyben jeleztük a helyzetünket. Egy másik Törökszent Miklóstól önkormányzattól teljesen független, de mégis azt gondolom, hogy nem túl jó hír, mert hogy érint bennünket, ez az M4-es autópálya építés, felfüggesztése. Törökszent Miklós város polgármestereként hogy élte meg, amikor értesült erről a hírről? Hát őszintén megdöbbentem. És akkor megkérdeztem, hogy mi jöhet még. Tehát, hogyha
reméljük, hogy nem a 10 csapás éljük végig, és akkor ez volt még csak a második. Reméljük, hogy csak 2 csapásban kell gondolkodni, és akkor ez volt a második. Ugye több szempontot kell mérlegelnünk, vagy vizsgálnunk. Tehát egyrésztről egy autópálya építés egy térség életében, vagy egy település életében az mindig egy befektetés ösztönző beruházás. A mai világban, ahol tulajdonképpen a gazdaság nagy részt a szállítása van rászervezve, ott elengedhetetlen az a szempont, hogy egy adott helyszínre minél gyorsabban érkezzen meg akár a készáru, akár az alapanyag, akár a munkaerő, bármi. Éppen ezért azt lehet tapasztalni, hogy az autópálya mellé települt települések azok gazdaságilag mindig jobban fejlődnek, és Törökszent Miklós is ebben reménykedett már akkor is, amikor a magának az autópálya építésének a hírét vettük, ez még 2006-ra, 2007-re vezethető vissza. Majd amikor ténylegesen kiderült, hogy építeni kezdik, akkor már még boldogabbak lettünk. Amikor már láttuk a munkagépeket, akkor meg már vidultunk, és gyakorlatilag most ez a boldogság az, ami ketté lett hasítva azzal, hogy ez a döntés megszületett. Konkrétan van olyan Törökszent Miklósi nagyobb vállalkozás, aki éppen az autópálya építés miatt jelezte már 2-3 évvel ezelőtt az önkormányzatnak a fejlesztési szándékait, és ha megvalósul az autópálya, akkor ezt a fejlesztést meg is fogja építeni. Most ezzel a döntéssel ez is veszélybe került, illetve ami még egy újabb szempont, újabb veszélyforrás számunkra, az, hogy egy település közigazgatási területén, hogyha egy kivitelező cég megjelenik, és ott a jogszabályban meghatározott időintervallumon túl tevékenységet folytat, akkor ott iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezik. Így volt ez a vasútfejlesztés kapcsán is, abban a 2 évben, amikor a vasútfejlesztés történt, akkor kimagaslóan nagy volt a városi büdzsében a iparűzési bevétel, és így számoltunk most az autópályaépítés kapcsán is, hogy ebből többletbevételeink keletkeznek. Ha most húzamosabb időre leáll az autópályaépítkezés, akkor ettől az iparűzési adóbevételtől is elesik a város, ami bármi nemű következményekkel járhat. Tehát nem igazán jó döntés a számunkra az autópályaépítés felfüggesztése. Ugyanakkor, ami közvetlenül az önkormányzatnál nem mérhető, viszont a településen és a lakosságban megmérhető, szintén érinti véleményem szerint Törökszent Miklóst, hogy egy ilyen beruházásnál óhatatlanul ott vannak Törökszent Miklósi kisvállalkozások is, mint alvállalkozók, és az autópályaépítésnél is voltak, vagy vannak Törökszent Miklósi kötődésű alvállalkozók, tehát az ő esetükben is ez a döntés bizony nagy érvágásnak számít. Bízunk abban, akkor ez a 2 rossz hír egymás után jött szinte tényleg a város életében, és bízunk abban, hogy jövő héten nem lesz már rossz hír, és hogy tényleg rendes mederben folytatódhat itt az önkormányzatnál is a munka, és nem kell ilyen gondokkal is számolni, vagy gondolkodni, hogy hogyan tovább. Én megköszönöm polgármester úrnak, hogy tájékoztatta a város lakosságát a fontosabb döntésekről, és bízunk abban, hogy áprilisban is folytatódik majd ez a megkezdett műsor, és velünk tartanak majd akkor is a nézőink, úgyhogy én köszönöm polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak, tegyék ezt egy hónap múlva is, viszontlátásra. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és ígérem, hogy a jövő hónapban is itt leszünk, és tájékoztatást fogunk adni a Törökszent Miklóst érintő kérdésekről, problémákról, megoldásokról, viszontlátásra.